Csütörtökön délelőtt vette kezdetét a soron következő Fejérvár megyei közgyűlés ülése. Molnár Krisztián, a közgyűlés elnöke, kiemelte többek közt a zárszámadás elfogadását, mely során az elmúlt évi gazdálkodást tekintették át. Ebből kiderült, hogy a fegyelmezett gazdálkodásnak is köszönhetően jelentős pénzmaradvánnyal zárták az évet. Az önkormányzati tulajdonú KFT-nk vonatkozásában is ugyanilyen anyagot fogadunk el, zárszámadást és a jövő évi üzleti tervet is. Fontos napirendjeink voltak a mai napon a mentőszolgálat beszámolója az éves működésről, és a közút megyei igazgatóságának igazgatója is beszámolt a közutak állapotáról, a tervezett felújítási munkálatokról. Mindkét szervezet esetében köszönetemet szeretném kifejezni az igazgatók és valamennyi munkatársuk részére azért a munkáért, amit a vármegye lakossága érdekében végeznek. A közgyűlés elnöke továbbá kiemelte, hogy sikerrel vették a kötelező feladatok ellátását, valamint az önként vállalt feladatok teljesítését is. Önként vállalt feladatok voltak kerékpárút építések is, mint például a Mór-Bodajki és a Mór-Csókakölyi kerékpáruknak az összeköttetése. Fakultatíve vállalt feladatunk volt a Velencei tó partján a vendégmólók kialakítása, a kikötők felújítása. Molnár Krisztián az Óbudai Egyetemmel kapcsolatos fejlesztésekről is beszélt az új tudományos pályázatok kapcsán, valamint a Sukorói iskolában létesült informatikai terem előnyeiről is szó esett.